üdvözlöm Önöket! Terror, elnyomás, kivégzések, kitelepítés, intézményesített rablás, Magyarország tönkretétele. A valóságban erről szólt a Rákosi Mátyás nevéhez kötött kommunista diktatúra. De hogyan hitették el a rosszról, hogy jó, a bűnről, hogy igazság? Az ördögi alapossággal felépített propagandával, amelynek terjesztéséhez a hazai sajtót is bekebelezték és tönkretették. Az M5 História mai adásában ennek a rendszerét járjuk körbe. Hamar Donát utána jár, honnan vette módszereit a rákosista propaganda, és milyen aljas eszközökkel járatta le ellenfeleit. Koltai Bori Pócs Petrire ment, hogy bemutassa, miként kreált a sajtó, a rákosista sajtó bűnös falut a keresztény községből. Molnár H. Boglárka kecskeméti riportjából kiderül, hogyan teremtettek ellenségképeket vidéken, ahol az erőszakos TSZ-esítés tönkretette a mezőgazdaságot. Légy munkára, harcra kész, termelj a dolgozó népért, harcolj a békéért. Így szóltak a kommunista plakátok lózungjai. Rövid, békés vagy erőszakos jelszavak hatásos képekkel. De miben hasonlítottak a kommunista plakátok a náci vagy nyilas plakátokra? Mit vettek át egymástól? Milyenek voltak a fő ellenségképek? Ennek járt utána kollégám Hamar Donát. A Rákosi korszak egyik legfontosabb kommunikációs eszköze volt. Az emberek gondolkodását egy irányba módosítsa, alapvetően befolyásolja. Nyilasok és kommunisták a 20. században egymás ellenségei voltak, mégis a propaganda területén egymástól tanulták a legtöbbet. A vizuális propaganda, a vizuális üzenetközvetítés legfontosabb eszköze az még mindig a plakát volt. Mik a hasonlóságok a nyilas, a kommunista és a náci plakátpropagandák között? Meg akarják határozni, hogy mit kell az embereknek gondolni. Tisztán, világosan és egyértelműen. Ezt gondolod, ha nem, akkor mi elintézünk. Ez a radikalizmusnak a lényege. Ez volt az az eszköz, amely tulajdonképpen fogalmazhatunk úgy, hogy bekeretezte az emberek mindennapjait. Hogyha valaki reggel elindult otthonról dolgozni, vagy az iskolába, akkor már a házfalakon, közlekedési eszközökön, középületekben, iskolákban, munkahelyeken találkozott ezekkel a propaganda termékekkel. Egy olyan érzékszervi hatást gyakorolt, amit nehezebb volt elkerülni. Ezen a plakáton Hitler látszik gyerekekkel, ezen pedig Sztálin látszik gyerekekkel. Felmerül a kérdés, hogy ki más volt kiről? Hitler nagy tisztelője volt a 20-as években a sztálini szovjet totális diktatúrának, és sok ötletet merített a sztálini Szovjetunióból, hogy más ne mondjak, a koncentrációs táborok ötlete is innét származott. Ennek következtében nem véletlen, hogy a két diktatúrának a politikai, ideológiai propaganda megjelenése sok hasonlóságot mutat egymással. Ha megnézzük a 48-49 utáni propaganda plakátokat, akkor azt láthatjuk, hogy egy idilli, egy paradicsomi állapotot bemutató világ az, amely visszaköszönt ezekről a termékekről. Ezeken a plakátokon boldog parasztokat, gazdálkodókat láthatunk, amint örömmel teljesítik a begyűjtési, beszolgáltatási kötelezettségüket. Ilyen természetesen a valóságban mondanom sem kell, hogy nem volt, nem létezett, hiszen ez egy borzasztó, óriási adókivetés volt a parasztságra. Kulákok, imperialisták és az egyház. A Rákosi korszak legfőbb ellenségképei. Minden diktatúrának szüksége van ellenségképre. Ez tartja fönn a diktatúrák társadalmának az éberségét. A kulákok, akik kizsákmányolják a szerencsétlen muzsikokat, parasztokat a Szovjetunióban, vagy a imperialista, a kapitalista imperialisták, akik arra törekszenek, hogy a munkások a nép államát tönkretegyék. Ellenségek közé tartozott adott esetben a krumpli bogár is, amely tönkretette a magyar burgonya termést, és hát nyilvánvalóan, mint az imperialisták eszközét, az amerikai elnyomás eszközét mutatták be, ezt a kártevőt. A szocialista, a bolsevik agitációs propaganda pedig az úgynevezett szocialista realizmust preferálta, amiben csak az a különös, hogy a realizmus teljesen hiányzik belőle. Mindenhol
egészséges, izmos, kicsattanó munkás embereket láthatunk kalapáccsal vagy valamilyen más eszközzel a kezükben, a háttérben pedig ipari negyedeket, gyárakat láthatunk, amelyek mutatják azt a prosperitást, azt a fejlődést, amelyet a kommunista diktatúra évtizedei alatt el kellett volna érni. A propaganda erőszakos terjesztésének másik fóruma a sajtó volt. 45-től kezdve a kommunista párt fokozatosan átvette az irányítást a sajtó felett. Ennek hátteréről beszélgetek most Horváth Attila jogtörténésszel. Jó estét kívánok ennek! Jó estét kívánok! Ugye a Horthy korban sokszínű sajtó működik, demokratikus sajtó működik Magyarországon. Ez a sajtó, amely persze már léket kap 44. március 19-ével a német megszállással, a nyilas puccsal meg különösen, de ezt a sajtót, ezt hogyan falta fel a kommunista párt 1945 és 49 között? Hát 45 és 49 között az ilyen relatív sajtószabadság működött, tehát a pártoknak esetleg bizonyos magántulajdonban lévő médiumok is lehetségesen működtek annak idején, de természetesen ahogy felszámolják a pártokat, a szalámi taktikával az összes létező szervezetet megszüntetnek, és hát egyúttal államosításokkal azokat a magánszemélyeket is, vállalkozásokat, akik szintén kiadhattak volna sajtót, ezzel már egyik eszközként felszámolódtak az újságok, másrészt pedig eleve megszüntetik ezeket, többek között például a bulvárlapokat is. Tehát, hogy azt mondták, hogy egy szocialista országban nem kíváncsiak az emberek a bulvárhírekre, hanem arra kíváncsiak, hogy hogyan épül a szocializmus és milyen munkaverseny van. Úgy is korlátozták ezt a sajtószabadságot, azt mondták, hogy nincs papír. Persze a kommunista újságra volt papír, de az esetleg más irányultsági újságra nem nagyon akadt. Hát eleve ez volt az egyik engedélyezési módszer is, hogy a papírelosztást rögtön a kommunista párt szerezte meg magának, és hát aztán azt is megcsinálták, hogy például a Súlyog Dezsőnek a lapját, azt mondták, hogy a nyomdászok nem akarják kinyomtatni, mert ugye, hogy az annyira reakciós, és hogy a nyomdászok sztrájkolnak, pedig pont az ellenkezője volt igaz. Tehát minden eszközzel akadályozták a másfajta sajtónak a megnyilvánását, sőt, sorra nevezték ki az olyan főszerkesztőket ezeknek az élére, különböző nyomásgyakorlásokkal, akik már inkább kommunista párt irányába mennek. Tehát, hogy már 47-48 környékén azért már az úgymond ellenzéki sajtó, vagy a más pártoknak a sajtója is kezd már idomulni, már kezdenek beállni a sorba, mert félnek. Itt a Szabad Nép például mekkora példányszámban jelent? Mert ugye ez a Népszabadságnak az elődje volt tulajdonképpen. Révai József írta bele a vezércikeket, a párt vezetőségnek az egyik tagja, tehát ő Rákosi közvetlen munkatársa. Hát a Szabad Népnek folyamatosan megy föl a példányszáma, egy ilyen 10-20-30 ezeres példányszámról megy a több százer felé, sőt, ráadásul bevezették a Szabad Nép fél órákat is a legtöbb munkahelyen, ahol föl kellett olvasni belőle, tehát még aki nem akarta elolvasni, majd megvenni, még annak is ezt kellett hallania, és hát mindenkinek elő kellett fizetni rá, tehát ezért is volt ez az irdatlan nagy példányszám. Itt persze nem számított a papírhiány a Szabad Nép esetében, és hát természetesen a kézi vezérlés is úgy működött, hogy megjelenik a Szabad Népbe a vezércikk. Na most ezeket írta 53-ig különösen ugye Révai József. Személyesen írta egyébként, vagy írták helyette? A legtöbbet személyesen írta. Még írja is az egyik munkatársa a visszaemlékezésében, hogy nagyon sokat szenvedett vele, nagyon sokat küszködött vele, még ezek elkészült. Hát ugye egyrészt nem könnyű egy ilyet megfogalmazni, másrészt nagyon oda kellett figyelni még az árnyalatokra is, mert hát ezt még az ő felettesei is olvasták. Tehát Rákosi minden este, mielőtt a nyomdába ment volna a Szabad Nép, még átfutotta a cikkeket, tehát még Révainak is félnivalója volt, hogy esetleg Rákositól kikap, és Rákosinak is félnivalója volt, hogy a szovjet elvtársak majd reklamálni fognak egy cikkért, hogy ez mi jelent meg. Van egy Bajai ügy, amikor tervez valamit az AVH, nem valósul meg, de a cikk azért megjelenik róla, hát ez elég árulkodó. Igen, hát ez mutatja azt, hogy milyen kézi vezérléssel működött a Szabad Nép, és hogy miért volt olyan jól értesült, amikor az AVO valamit tervezett. Ugye megmondták, hogy majd a Bajai Egyházi Gimnáziumban razzia lesz, és hogy milyen eredmény fog ott születni, miket fognak ott megtalálni. Hát persze, mert gondosan ők helyezték volna ezeket a náci jelképeket, fegyvereket, de valami oknál fogva nem mentek el az AVO-sok ebbe a gimnáziumba, viszont elfelejtettek szólni a Szabad Nép újságírónak, hogy ez ne jelenjen meg a cikk. Úgyhogy ebből elképesztő nagy botrány volt, mert hát akkor még mertek szólni az egyháziskola vezetői, hogy hát kérem, hát ez hogy itt megjelenik névvel, mindennel a cikk, és közben meg hát nem is volt házkutatás nálunk. Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kis település Pócs Petri egy véletlen baleset következtében a kommunista pártállam egyházüldözésének szimbolikus helyszínévé vált. Koltai Bori helyszíni riportjából kiderül,
Hogyan próbálták megtörni és a sajtóban befeketíteni ezt a mélyen hívő katolikus falut? De én most már, ha utazom valahova, és megkérdezik, hogy hova megyek, általában ugye busszal közlekedem, akkor most már azért kimondom, hogy Pócs Petrébe. Ez se volt mindig így? Nem, nem volt mindig így. Ami itt, Pócs Petriben 1948 nyarán történt, kitörölhetetlen nyomokat hagyott a lakosság emlékezetében. Egy végzetes balesetből a hatóságok koncepciós pert kovácsoltak, a sajtópropaganda által megbélyegzett helyiek pedig évtizedekig csak félve beszélhettek az őket ért traumákról. De vajon mi volt a hatalom valódi célja, és mik voltak egy cél megvalósításának eszközei? Voltak olyan közösségek, csoportok Magyarországon, amelyeket a kommunista diktatúra az elejétől fogva ellenségnek se tekintett, mert a társadalomra nagy befolyásuk volt, nagy erejük volt. És 1947 végén egy belső párt rendezvényen Rákosi Mátyás, a kommunista párt főtitkára kiadja a parancsot, hogy le kell számolni az úgynevezett klerikális reakcióval, vagy fekete reakcióval. Ez alatt az egyházakat értették. Eldöntött tény, hogy az iskolákat államosítani akarják. 60%-a az oktatási intézményeknek a különböző felekezetek kezében van, és az egyház nem őt karba tett kézzel tétlenül, hanem tudja azt, hogy föl kell lépni, hogy meg kell védeni a saját több száz éves intézményeit. És a szülőket is, a tanárokat is, a diákokat is arra buzdítják, hogy védjék meg. Hiszen itt azért nem csak az oktatás szabadságáról, a vallásos világnézet megéléséről van szó, hanem itt tulajdonról, ingatlanról, ami az egyházak kezében van. Az egykori Irinyi kúria, ma Pócs Petri polgármesteri hivatala, 2019 óta nemzeti emlékhely. 1948. június 3-án itt, a községháza előtt az események tragikus fordulatot vettek. Asztalos János plébános a egyik hétköznapi szentmise után azt kéri a hívektől, hogy álljanak ki és fejezzék ki nem tetszésüket, hogy el akarják venni az egyháztól az iskolát. Tiltakozásként a községháza elé vonulnak, ahol éppen a falu vezetői tanácskoznak, hogy ebben a helyzetben mit is lehet tenni. Nyilván csatlakoznak hozzájuk a településen élők is, és hát magát a községháza épületét két rendőr védi, és ahogy így feléjük helyezik a puskát, a kibiztosított fegyver elsül, és az egyik rendőr életét veszti meg, hal. Saját fegyverét fordítja tulajdonképpen magával szembe, és hal meg ez a rendőr. Ez egy ürügy, egy indok arra, hogy az amúgy is puskaporos, amúgy is felforgatott hangulatban az egyházakkal szemben föl lehessen lépni. Az esetet követően megfélemlítő eljárás vette kezdetét. A plébános Asztalos János ebben a helyzetben elmenekül, fejetlenség alakul ki, elvágják a települést, összekötő telefonvezetéket és áramot, és hermetikusan lezárják a falut, az államvédelmi hatóság megszállja a települést. Péter Gábor, az államvédelmi hatóság vezetője személyesen jön majd el Kádár János belügyminiszterrel együtt. Pócs Petri községháza előtt a fekete reakció úszítására meggyilkolták Takács Gábor rendőr alhadnagyot. Az úszító pap, aki a véres eseményt előkészítette, megszökött. A szalmakazalban találtak rá. A gyilkos bűntársai még a távbeszélő drótot is elvágták. A demokrácia ökle lesújt a nép ellenségeire, akik még gyilkosságtól sem rettennek vissza a fekete reakció sötét céljainak szolgálatában. Irinyi kúriánál ott, aki lehajolt, tehát ott rekonstruálták az eseményeket, és onnan van az a fotó. Királyfalvi Miklós, aki ott le van hajolva, tehát ő az, aki
aki az aljegyzője volt a településnek. És... Tehát itt a nyomozás során, amikor próbálták visszafejteni, hogy mi történt, vagy mi nem történt, akkor készülhettek azok a fotók, igen. Látszik, hogy mennyire finoman bántak vele, hogy a füle le van ragasztva, igen, ugye a Királyfalvi Miklósnak, tehát valószínű, hogy nem a simogatás miatt. Ott felül pedig gondolom a gyilkos fegyver, amelyik elsült. Igen, és a balta, amivel Vitéz Gábor elvágta a vezetékét a telefonnak. A történtekkel kapcsolatban ön most ad először interjút. Hát megmondom őszintén, izgulok, igen, mert ugye én bővel a történtek után születtem, sőt nem csak én, hanem a két bátyám is. Úgyhogy mi elmondás és az írások alapján tudjuk leginkább. Az én édesapám Vitéz Gábor, aki annak idején a telefonvezetéket elvágta. Abban a korban egyébként mit mondtak, hogy ennek a vezeték elvágásnak mi lehetett a célja? Hát azt, hogy ne tudjanak telefonálni, hogy a hatóságok ugye ne tudjanak jönni intézkedni, vagy ne tudják meg, hogy mi történt. Szinte ösztönszerűen nem is gondolkodva cselekedtem azt, amit megtettem. Talán ha két percig gondolkozom, hogy mit teszek, akkor lehet, hogy nem tettem volna még. 10 év börtönbüntetést kapott, amiből 6,5 évet ült le, és utána a mesztiával szabadult. Milyen ember volt ő? Azt mesélte, hogy nagyon csendes, szűkszavú férfi volt. Igen. Hát gondolom, hogy a történtek hatására is visszahúzódó és magába forduló. Itt mindig. A rendőrgyilkos falunak titulált településsel szemben a propagandagépezet már másnap működésbe lépett, és intenzív sajtóhadjárat vette kezdetét. A közvélemény befolyásolásának legfőbb eszközei az újságcikkek voltak. Vásárhelyi Miklós, aki a Szabad Nép újságírója, ír ilyen cikkeket, illetve Révai József, aki pedig ideológusként a párt szellemi iránymutatója, ők azok, akik útmutatást adnak. És ugye azt is érdemes látni, hogy van a pártlap, a Szabad Nép, de minden más sajtótermékben, tehát akár szatirikus lapokban, mint mondjuk a Ludas Matyi, vagy megyei lapokban, politikai lapokban is megjelenik. És nem csak maga Pócs Petri, hogy mi történt ott, hanem maga az, hogy a klerikális reakcióval, Mincentivel és bandájával le kell számolni. A sajtó volt, aki ugye az országban ezt el tudta terjeszteni, hogy itt mi történt. Tehát onnan ismerte meg az ország a történetét Pócs Petrinek. De maga az egész települést lezárják, az ottaniakat ugyancsak veréssel, bántalmazással próbálják megfélemlíteni. Erről a szomszédom mesélt annak idején, hogy gyerek volt még, hogy emlékszik rá, hogy nem lehetett kimenni az utcára. Tehát még gyerekként is, ha valaki a kerítésen kikukucskált, akkor is beparancsolták a szülők, vagy akivel éppen otthon volt. Egyszerűen nem lehetett kimenni, mert járőröztek úgymond az utcán. Kuláknak és reakciósnak gratulálják őket, és igazándiból egészen a rendszerváltásig egy bélyeget ütnek erre a településre, a rendőrgyilkos falunak nevezik el, és egészen a 80-as évekig nem lehet erről az ügyről beszélni. Nem lesz ebből nekem valami bajom. Mire tetszik gondolni? Milyen bajom? Hát én nem tudom. Én ezt úgy mondom, hogy megörököltük a hallgatást az őseinktől. Én ezt egy kicsit így élem meg. Az idősebbek, akik itt-ott elcsepegtetnek egy-egy mondatot, hogy ha kimozdultak a községből, akkor bizony, hogy nem volt azt jó kimondani, hogy Pócs Petriből származunk, mert akkor megszólták őket, hogy finoman fejezzem ki magam. De hogyha esetleg a faluba is valakihez elmentünk, míg gyerek voltam, estézni, úgymond beszélgetni. Arról, hogy konkrétan miről beszélgettek, úgy konkrétan nincs emlékem. De tudom, hogy erről az eseményről beszéltek. És érdekes, hogy ott talán többet beszélgettek róla, mint otthon a családban. Egymás között, egymással. Ezt is úgy kell elképzelni, gondolom, hogy zárt ajtók mögött, zárt ablakok mögött. Természetesen.
nem volt mindennapi téma nálunk. Elmesélte magát a történetet, de a kínzásokról, meg a többi eseményről nem szívesen nem beszélt, magába tartotta. Sőt, amikor ugye 80-as években ide forgatócsoportok jöttek, azt is titokban kellett tartani, ahogy említette. Igen. Tehát én gyerek voltam, és csak tehát láttam, hogy sürgésforgás van, és azt mondták, hogy nem kell erről beszélni senkinek. Érdekes, hogy édesapám is a dohányhodály előtt van lefilmezve Ember Judittal, ami a hétköznapjait neki akkor jellemezte, mezőgazdasági munka. Hogy mind ment keresztül az ember, az sokáig tartani elmesélni. De a lényeg az, hogy a végén be kellett, hogy ismerjem, hogy én voltam a tettes. Volt eszközük arra, hogy megszólaltassanak, és megismerő vallomást tegyek, hogy én voltam a tettes. A diktatúra, amikor föllép, amikor erőt mutat, amikor példát statuál, akkor nem a kiemelt helyeken teszi ezt meg, persze erre is van példa, hanem a kis emberekkel, a kis településeken, hiszen igazándiból a félelmet, a terrort, azt úgy lehet keresztül vinni, hogyha a legkisebbekkel, a legesendőbbekkel szemben lépnek föl. Június 3-án következik be ez a baleset, és 8 nap múlva, június 11-én már statériális eljárás keretében Asztalos János plébánost, illetve a település jegyzőjét halálra ítélik. A jegyzőt ki is végzik, Asztalos plébános majd kegyelmet kap, és 15 évig tartó fegyházbüntetésre ítélik. Június 16-án elfogadja az országgyűlés azt a törvényt, amelynek értelmében 6505 oktatási intézményt államosítanak, vesznek el az egyházaktól. Ez a természetes folyamat, amely jelen volt a magyar társadalom, a magyar történelemben évszázadok alatt egyház és állam együtt élése, együtt munkálkodása, az 48 után szinte teljesen, vagy csak nagyon-nagyon minimálisan, nagyon ellenőrzött keretek között működhetett tovább. Ugyanakkor azért azt gondolom, hogy arról is fontos talán beszélni, hogy van a diktatúrának a brutalitása, és van a Jóistennek a humora, vagy a Jóistennek a kegyelme. Ugyanis ebből a településből, Pócs Petriből 6 vagy 7 papi hivatás származik az 50-es, 60-as évekből. Akik még élnek, azok közül, akik akkor hát gyerekek voltak, vagy kamaszok, oszlopai a mai egyházközösségnek a faluban, és már fogyatkozik a falu létszáma, de azért még mindig megtelik a katolikus templom, mikor Szent Mise van vasárnaponta. Van, ahol nyilatkozza is. Konkrétan édesanyám, ugye, hogy az én apukám nem járt templomba. Teljesen más volt előtte a hitélete, mint utána. Tehát ő utána szakadt el olyan szempontból, hogy ő nem járt el konkrétan Szent Misére. Viszont csak megvolt benne az az erős mag, és csak erőt adott neki hozzá, hogy túlélje, lelkileg, testileg életben maradjon, és ugye családot alapított és felnevelt bennünket, mert ha nem lett volna így, akkor nem lennénk, én sem lennék itt körülbelül, gondolom én. Volt egy olyan imakönyv nálunk, amiről az a legenda járja, hogy vele volt a börtönben, és azt eltemettük vele, akkor meghalt. Az édesapja viszont még életében megkapta a felmentő ítéletet. Igen. A rendszerváltás után dr. Hermeti László ügyvéd úr volt, aki ugye szárnyai alá vette őket, és ő vitte végig a pert, hogy rehabilitálják az áldozatokat. Végül is őt és Somlyi Istvánt legutolsóként rehabilitálták, és hát ő azért valamilyen szinten türelmetlenül várta ezt, hogy sor kerüljön rájuk, és megtörténjen ez, mert úgy gondolta, hogy nekünk a gyerekeinek az az örökség maradjon, hogy az ő apjuk egy bűnöző. Tehát ő tisztázni akarta papíron is, országvilág előtt, de nekünk is, hogy ő nem bűnöző. Én nem tudom, hogy ezt egyáltalán fel lehet-e valaha dolgozni.
És én ezért is vezetem vissza arra, hogy az én apukám annyira csendes volt és magába forduló, hogy lehet, hogy ő egy kicsit visszament néha múltba. És hogy milyen Pócsbetű lakosnak lenni, örülök neki, hogy emlékeznek rájuk. És a lányom mindig azt mondja, hogy én büszke vagyok nagyapámra. Közben kiegészült a társaságunk Máté Áronnal, történésszel. Jó estét kívánok! Jó estét! Beszélgettünk itt közben arról, hogy azért a 80-as években, amikor elkészült Ember Judit filmje, hogy milyen bátorság kellett ahhoz, hogy akkor a kamera elé álljanak ezek az emberek. Azért ezek az emberek, akik itt az előbbi felvételen nyilatkoztak, valami hihetetlen terhet cipeltek magukkal. Nem is mertek néhányan másképp nyilatkozni, csak úgy, hogyha a rendező hölgy odaült melléjük. Na hát nézzük meg akkor a koncepciós pereknek és a Pócs Petri ügynek is a hátterét. Ugye itt az állambiztonság együttműködik a sajtóval például, és hát titkos szálak kötik össze a mai mindennapjainkat, vagy a rendszerváltoztatás környékét, például Vásárhelyi Miklós szerényén keresztül, aki akkor újságíró volt. Aztán később ugye a Soros Alapítványnak a vezetője, a Magyarországi Részlegnek a vezetője, majd SZDSZ-es országgyűlési képviselő, és hát a rendszerváltoztatás környékének is meghatározó politikai figurája. Viszont akkor, amikor a Pócs Petri ügy történik, akkor ő részese ennek a koncepciós pernek, ennek a felépítésének? Hát a felépítésének nem, tehát ő nem találja ki, hogy akkor most mi legyen, ő csak az elbeszélő, tehát ő a krónikás, hogy úgy mondjam, ő a kommunista krónikás. De hát nem csak ebben az ügyben járt el Vásárhelyi Miklós, ezeket a nagy ügyeket gyakorlatilag ő volt az egyik vezető újságíró, a Mindszenti ügy például, ott is ő adta meg a hangot. De hát ott volt ugye a Rajk pernév is, és még az egész előtt ugye a kisgazdák ellen indított hajszában, ami az úgynevezett köztársaság elleni összeesküvés, tehát ez a magyar közösség per, itt is nagyon izgalmasan mondja el, csak hogy ugye rejtett szálakról volt szó, hát nem voltak annyira rejtettek, hogy ő nem tudta előre, legalábbis ezt mondja az interjúban, Kovács Béla a független kisgazdapárt főtitkárnak letartóztatását, hanem egyszer csak bejön hozzá egy ember, azt mondja, hogy félig katonaruhában átnyújt egy papírt, és mondja, hogy akkor ennek azért a holnapi újságon benne kéne lennie. Így mondja, hogy nem akárkinek nézett ki, de azért bizonytalan voltam, hogy rögtön, már este 11 volt, felhívta Rákosi Mátyást a lakásán. Tehát itt ez egy nagyon közvetlen kapcsolat volt, és a bizalmi viszonyt jelzi, hogy ugye például vele küldtek ki propaganda anyagokat a társutas hálózat részére New Yorkba az ENSZ közgyűlésre, amit személyesen Gromykónak kellett átadnia, és azt mondja, hogy erre a rövid időre külügyi állományba vettek. Tehát ez azért így halandó emberekkel nem történt meg. Én mintha olvastam volna egy visszaemlékezést, hogy Pócs Petrire is talán az AVH vezetőjével utazik le egy autóban. Tehát Péter Gábor és Kádár János megy le rögtön, ahogy értesülnek az eseményről, és tudják, hogy ebből valami nagyon nagy sztorit lehet csinálni, hiszen az iskolák államosítása van napirenden, és ezt föl tudják használni, ezt az esetet erre. És hát természetesen szükségük van a sajtóra is, mert az akkori koncepciós pereknél először mindig a sajtóban jelenik meg az uszító cikk, ahol már előre elmondják azt, hogy ezek bűnösök voltak, és nem csak hogy bűnösök, hanem egyébként is aljas gazemberek. Tehát a Vásárhelyi leírja, hogy az a pap, ez micsoda erkölcstelen életet élt, hogy mennyit dorbézolt, hogy mennyit ivott, csokoládét, cukrot evett, olyan összegeket ír le egyébként, ami fizikailag is lehetetlen elfogyasztani egy bizonyos időben, de hát ezek jól hangoznak az átlag olvasó számára. Egyébként nem csak ő, hanem Déri Tibor is ott van, és ő is ír erről, annak ellenére, hogy Faludival beszélgetnek, és tudják mind a ketten, hogy az egész egy koncepciós per, de egyébként mindenki tisztában volt ezekkel. Tehát ugye utólag
mentegetik magukat, de ezek végtelenül cinikus emberek, és pontosan tudják, hogy itt miről van szó valójában, és hogy ez egy koncepciós per, és hogy hogyan kell ezt tálalni a nagy közönségnek, és hogyan kell uszítani, és hogyan kell a gyűlöletet felkelteni, mert itt ez volt az elsőrendű szempont. Ez később Décsi Gyula meg a többiek is elmondják, hogy nem volt elég azt mondani, hogy itt valami államellenes történés volt, mert attól nem háborodnak föl kellően az emberek, hanem mindenképpen be kell bizonyítani, hogy ők mocskos az emberek egyébként a magánéletükben is. A gyűlöletkeltés, de a vidék ellen is? Ezt azért kérdezem így, mert a városokban sem kaptak olyan nagyon sok szavazatot a kommunisták, de hát vidéken esélyük sem volt. Leninéknek mindig is tulajdonképpen a paraszt volt a fő ellensége. Tehát a kommunizmus mindig is a nagybetűs falut akarta megtámadni, megsemmisíteni, átformálni. Hát tudták nagyon jól, hogy a birtokos parasztság az soha nem fog támogatólag melléjük állni. Az évszázados gyakorlattal, tudással rendelkező öntudatos parasztember, akinek nincs főnöke, de mégis föl kell hajnalba dolgozni, és büszke arra, hogy ő mit teremtett a saját földjén, és a faluban azt becsülik meg, aki szorgalmas, becsületes munkásember, és aztán a vasárnap ugye mennek a szentmisére, istentiszteletre, tehát itt nem sok szavazatra számíthattak, ez kétségtelen igaz. Nem véletlen, hogy pont ezt a réteget számolják fel, és ennek ezt a réteget teszik tönkre a termőszövetkeletesítéssel, és ezt a réteget bélyegzik meg jó részt a kulákságnak a bélyegével. Köszönöm a beszélgetést! Rákosi Mátyás 1948. augusztus 20-án Kecskeméten hirdette meg a kuláküldözést, hogy a hagyományos paraszti életformát lerombolva a gazdákat földjeik elhagyására kényszerítse. Ennek első lépése a megfélemlítés, a sajtóban történt lejáratás volt, a Szabad Néptől a Ludas Matyin át egészen a vidéki lapokig. De miként élték ezt meg a helybeliek? Molnár H. Boglárka az áldozatok gyerekeivel is beszélgetett. Országalapító István király napján, az új kenyér ünnepén Kecskemét és környékének népe diadalmasan fogadta Rákosi Mátyást. Félelem, rettegés. Ez jellemezte Magyarországon az életet 1948-tól kezdődően. A kollektivizálás során a paraszti magángazdaságokat erőszakosan felszámolták. Az AVH Kecskemét épületének pincéjében számos embert megöltek, megkínoztak. Rákosi Mátyás itt a híres város főterén 1948. augusztus 20-án hirdette meg a kuláküldözést. Rögtön jöttek a hatalmas adóval, ha azt befizette a pótadóval, akkor jöttek mindenféle állatból beadás, tejet, és most is emlékszem rá, hogy a nagy K betű, a kulák rá volt írva a tejkönyvre, és mi mindig kevesebbet kaptunk mindenért, tehát az viszont én szégyeltem. Az én édesapám, ő kisiparos volt, kárpitos, én nem voltam K betűs, én X-es voltam, az pedig a nem kulák után következett. Ez a kisiparos volt, tehát a maszek kisiparos. Aztán az üzletből végül egy pinceműhelybe szorult, mert minden innen tovább kellett menni, elvették tőle, és 52-be bekényszerült a KTS-be, Kisipari Termelőszövetkezetbe. Valójában a magántulajdon társadalmiasítása volt az egyértelmű cél, amely szovjet mintára készült egyértelműen. Ennek lett egy szervezett formája a termelőszövetkezet, amelybe ha kellett, hanem valamilyen szinten be kellett lépni. Vagy bekényszerítették az illetőt, vagy pedig koholt vádak alapján koncepciós eljárásokban a járásbíróságok előtt elkobozták az ingatlanokat. Nagyon sűrűn behívták a községházára, hogy ajánlja föl ingyen a földjét, szőlőjét, mindenét, amilyen van. Édesapám
Hát hogy adnám oda? Hát abból élünk négyen a két kisgyerekkel. Nem írta alá. Az újságok a Szabad Nép képes mellékletei. És ha mondjuk Kecskemétet nézzük, a Bács-Kiskun megyei népújság hasábjai, hiszen ez egyetlen olyan a Petőfi népe elődjéről beszélünk egyébként, amely valójában beleállt a kommunista párt propagandájába, az MDP propagandájába, és hát ugye a Szabad Nép, mint a párt lapja, és hát nyilván ez a színes melléklet, amely ezt építette ezt a propagandát, egyértelműen arra hagyazott és abban segítette a pártot, hogy ezeket a társadalmi rétegeket, a tehetősebb gazdag parasztokat ellene fordítsa az egykori cselédségnek. A rengeteg beadás az olyan súlyos volt, hogy alig maradt nekünk ennivaló. Ha nem neveltük volna saját kezüleg az állatokat, amit igyekeztünk sokszor még elrejteni is a rekvirálók elől, mert jöttek és verték a kisajtót, és addig nem hagyták abba, még be nem engedtük őket, és átkutatták az egész házat, a padlást, a pincét, a ruhákat, mindent ilyen módon, ilyen szinten zaklattak bennünket. A sajtó ugye a párt ökleként jelenik meg a kommunista diktatúrában, ugye a propaganda, az agitációs propaganda eszköze, és hát természetesen a termelőszövetkezetekbe való beterelésnek az egyik kiemelt eszköze volt. Nyilvánvalóan a paraszti társadalom felszámolásának egyik kiágazása a sajtóban megjelent karikatúrák és egyéb olyan fölhívások, megszégyenítő dokumentumok, megszégyenítő rajzok és ábrázolások, amely a parasságot negatív színben tünteti fel. Fokozták a zaklatást azzal, hogy éjszaka járkáltak a fekete autók. Hallottuk, hogy elvittek már 18-20 embert is a faluból, és hogy összeverték őket. Bent tartották. Volt 6 ember, aki soha az életben nem került elő. És jött is a fekete autó az egyik éjszaka, hát mindig nagyon zaklatottan aludtunk, és ezért észre is vettük, hogy megállt nálunk át meg az autó, és édesapa gyorsan kimenekült a hátsó szomszédokon keresztül a másik utcát, elérte, sikerült elmenekülni, és elvitték édesanyját. Ott maradt a két gyerek az éjszakába. Lassan meg is érkezünk ide az AVH központi épület elé, amely 1948-tól 50-ig az AVH kecskeméti helyszíne volt, aztán a Bács-Kiskun megyei Államvédelmi Hatóság központjaként működik. A környékbeli parasztgazdákat nyilvánvalóan az Államvédelmi Hatóság segítségével próbálták rávenni arra, hogy idézélesen, önként, nyilvánvalóan presszió hatására belépjenek a termelőszövetkezetbe. Kikönyörögtük édesapától, hogy írja alá, segítünk, még amikor csak tudunk, segítünk, megélünk valahogy. És akkor aláírt édesapám, ami azt jelentette, hogy nem maradt semmink. A pince kiképzése egy háromszintes szerkezet, amely gyakorlatilag légoltalmi pinceként működött a II. Világháború ideje alatt. Ezt követően ugye az Államvédelmi Hatóság ugye kiigényli, és hát gyakorlatilag az Andrássy út 60 mintájára kiképeznek egy közel 35-40 cellából álló sort, amelybe hát ezeket a gazdákat bekényszerítik, vízben állítják őket, lerohad a lábukról a bakancs, bizonyít, akik elhaladtak az épület előtt, azért kiszűrődött a nyílásokon az a bizonyos hang, amely hát bizonyára az emberek megkínzására utaló jeleket tartalmazott. Este édesapám sírva öntötte ki a bakancsából pár szem búzát, ami munka közben, mert se ott kellett segítkezni neki a cséplésnél, és sírva mondta, hogy ez maradt nekünk. A kollektivizálást nemhogy a mai napig, de talán még hosszú évtizedekig nem fogja kiheverni a magyar társadalom.
2012 óta pedig minden év június 29-én a kuláküldözésre emlékezünk. Azokra, akik egy legyőzött országban egy hazug kor áldozatai lettek. Kedves nézőink, Önök az M5 históriát látták. Műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon és a YouTube-on is. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!